Az évszázados asszály alaposan megviselte az agrárgazdaságok haszonnövényeit is. Az Aranybulla ZRT földjei megkezdődött a kukorica silózása és a betakarítás során azzal kellett szembesülniük, hogy az egyik legfontosabb takarmány mennyisége és minősége is alaposan elmarad a vártól. A silózás elég drasztikusan rossz állapotban vannak a kukoricák. Az egyik legjobb vagy a legsújtottabb növény a környéken a kukorica. Ezek között van a siló kukorica is, egyrészt meg se nőtt, másrészt egy 50%-nyi cső, ha van rajta, annak már örülünk, és hát egy 3 héttel korábban megkezdtük a betakarítást, mert olyan száraz lesz a termés, hogy nem tudjuk megtömöríteni, és így egy rossz erjedésnek tennénk ki a takarmányt. Nincs jobb állapotban a takarmányozásra és étkezésre szánt kukorica sem, az egyik legfontosabb növényi kultúra várható mennyisége is kritikus helyzetet teremt. Maga a szemes kukoricák is sokkal kisebb a fejlettségük, tehát a magassága is kisebb, a csövek is kicsik. Sajnos olyan helyeket is számoltunk, ahol a 100 megtermett vagy kihajtott növényből csak 50 hozott csövet, vagy inkább csak csőkezdeményt, tehát nagyon-nagyon kevés kukoricára számíthatunk. A kukoricának a szemfejlődés időszakában ideális esetben különösen sok 100 mm-t elérő csapadékra is szüksége lenne. Az idén ennek a legcsapadékosabb nyugati országrészben is alig felét kapták meg a kapásnövények, az ország nagy részén azonban ennek csupán 5-20%-a hullott.